és a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagyon nagy örömmel köszöntelek titeket mai vasárnapi szentmisénken. Másik templomból jöttem nagy sebességgel, ott megszakadt az élő adás, ezért itt a testvéreknek is mondom, hogy most tudjátok folytatni a szent misét, a rajta való részvételt itt digitálisan is. Köszöntöm mind a két csoportnak tagjait, Albert Falvi közösséggel imádkozunk együtt. Mai napi szent misénkben elsősorban Elhuny Tibor testvérünk lelki üdvéért ajánljuk föl közös imádságunkat. Én mindezek mellett felajánlom szüleimért, apámért és anyámért, értetek, családtagjainkért, testvéreinkért. Arra a kérdésre szeretnénk válaszolni a mai napi szentmisében, vagy pontosabban az a kérdésünk az Úr felé, hallani fogjátok az evangéliumban, hogy Mester, hol lakol? És azt mondja Jézus, gyertek és nézzétek meg. Úrunk, mutasd meg, hogy hol laksz valójában. Melyik a mi igazi otthonunk. Méltó módon tudjunk nálad vendégeskedni, nézzünk önmagunkba, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát Írgalmazz néked.
Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet. Hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Sámuel gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: Sámuel, Sámuel. A gyermek ezt felelte: itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál. Éli ezt válaszolta: én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál. Ő azt felelte: nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: itt vagyok, hívtál. Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: menj, feküdj le és aludj. Aztán, ha valaki szólít, így válaszolj: szólj, Uram, hallja te szolgád. Sámuel elment, és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte és szólította, mint az előző alkalommal: Sámuel, Sámuel. És Sámuel így válaszolt: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghúsuljon. Ez az Isten igéje. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat,
és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti látságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát az Isten testetekben is. Ez az Isten igéje. Keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek az Isten báránya! A két tanítvány hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult és látta, hogy követik, megkérdezte. Mit kívántok? Azok azt felelték, Rabbi, ami annyit jelent, hogy Mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól, és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével Simonnal találkozott, és szólt neki. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet. És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak téged hívni. Ezek az evangélium igény, áldunk téged, Krisztus. Csak ez a kérdés számítson ma nektek, az erre való válasz, hogy Mester, hol laksz? Vagy ez a mondat, ez a körülmény, Mester, hol laksz? Gyertek, nézzétek meg. Azt is mondhatnám, hogy kíváncsiak vagytok arra, hogy hol lakik a Mester, a Krisztus. Hát bízom benne, hogy igen, azért vagytok itt a templomban. Föl fogjuk használni az olvasmányoknak a menetét is, az olvasmányét is, meg a Szentleckéjét is, meg az evangéliumét is. Olvasmányban mi van? Olvasmányban direkt helyzet van benne. Ott vagyunk a templomban, és olyan, mintha Éli meg Sámuel ott aludna a tabernákulum mellett, az Isten lábája mellett, ott töltik az estét. De huzamos ideje és hosszú ideje. Benne alszik a templomban a pap, azt is mondhatom. Tehát ez a helyzet. Mester, hol laksz? Nem kérdés, az Isten ládája ott van a templomban, vele töltöm az időmet, éjszakámat, stb. És ugye megszólal az Isten ládája kis Sámuelnek, aki lehet mondani, hogy paptanuló, papnövendék, vagy nem tudom, mit mondjak nektek, készül a szolgálatra, és egyértelmű, hogy ott az Úr. Második, a Szentleckében hallottátok Szent Pál apostolnak a korintusi levelét, félre lehet vele menni, mert arról abból nyit, hogy
Az érzékiség, a kicsaporgás ugye nem méltó a testünkhöz. Nehogy félre menjetek most ennek kapcsán. Tehát aki ilyen bűnökkel vagy nehézségekkel küzdene, érzékiséggel, testiséggel, egyebekkel, ne rémüljön most meg, hogy akkor ő most nem tudom milyen aszkézisba kezd, hanem a lényeg az az, hogy a tested a benned lakó Istennek, a léleknek a temploma. Tehát egy fokkal közelebb jöttünk így a elmélkedésünkben, imánkban, a testünk a mi templomunk. És akkor itt jön a harmadik pont, az evangélium, amikor a tanítványok kérdezik Jézustól, hogy hol laksz, nézzétek meg, gyertek velem, mondja. Egy házat ismerünk Jézusétnál, Názáretben, ahol nevelkedik, József és Mária háza, ez viszont már a küldetésnek az ideje. Tehát valószínűleg Jézus onnan már tovább ment is, lakik itt is, ott is ismerősöknél, valakinél, nem tudjuk, nem írja le az evangélium, hogy éppen ma hol száll meg és hova viszi Andrást, Jakabot és Pétert. És innentől kezdve, hogy végigvettük így a tényeket, vagy a hátterét a dolgoknak, most következik a mi lelki találkozásunk. Hát, innentől kezdve imádkozni szeretnék veletek. Még egy földi tényre építve, de ez már imádság. Tudjátok-e, hogy hova készül Ferenc pápa márciusba? Páran tudják, látom a tekintetekből. Ferenc pápa márciusba el szeretne utazni Iranba. Elég kemény körülmények vannak ott. Talán a hírekből is tudjátok, hogy az egyik legkritikusabb, talán Szíria mellett a másik legkritikusabb olyan keresztény terület, ami ősi terület. És ha már itt Andrásról volt szó, Szent András apostolnak alapítása nagyon nagy részben. És erre a területre szeretne ellátogatni, nem csak amiatt, mert ő az egyetemes jó pápa, szerintem, vagy a nyílt szívű, vagy ilyesmi, hanem mai evangéliumból sejthetitek, Mester, hol laksz? Ferenc, gyere el és nézd meg! Azon a területen lakok, ahol mindig is volt nekem otthonom, most pedig az otthonaikat nagyon nagy számban hagyják el, az üldözött testvérek, rombadolt házak, kiégett templomok. Itt lakom. Ez egyik szempont, amit ide szeretnék hozni. Ti hozzátok a mai napi misében, szívben. Van egy barátom, ezt elmondtam már a másik misén is, neki ez egy ilyen rögeszméje, és amikor előadja nekünk papoknak, sőt, egészen a püspök karig merészkedett, az alának hívják testvérem. Ő azt mondja, hogy az egész kereszténységünk, európai kereszténységünk ezekre az üldözött, véráztatta területekből tud csak újjáérni. Itt mi állandóan keressük a spirituális, meg a lelki, meg a vallásbeli dolgainkra választ, hogy hogyan lehetne újraépíteni Európát, európai kereszténység, ismeritek a kormánynak a motivációit, egyebek. És azt mondja ez a testvérem, hogy csak arról a területről behozott új erőkkel. Mert mi van ott? Ott az van, hogy hatalmas nagy üldözés van, bármikor meghalhatsz azért, mert megkereszteltek, de mégis a romok között, a kiégett templomok között emberek imádkoznak és dicsőítik az Istent. Ősi területeken, a vértanúknak a földjén. Ott lakik a Mester. Mert ott van a dicsőítés, ott vannak az emberek. Albertfalván ez nem látszik annyira, mert mindig szintig van a templom, még itt a járvány idején is sokan vagytok, Istennek legyen hála. De valami ott nagyon-nagyon mozog a levegőben. Itt meg mit látunk Európában? Hatalmas nagy katedrálisaink, templomaink növekednek, Rouen, Vatikán, mit tudom én, bármit mondhatok, óriási templomok, és lehet mondani, hogy üresek. Tehát ott imádkoznak a semmiben, itt pedig a semmi kók, vagy hogy mondjam, de nem erről akarok különösképpen szólni, hanem ennek a Mester hol lakol
válaszában lenni veletek. Az is tetszik, hogy végig gondoltam a Vatikán, pontosabban a Szent Péter Bazilikának az épülését. Azt hiszem 4. Sixtus fejezte be, ő volt az a pápa, és ő sem élhette meg, hogy készen legyen a műve. Tehát minden össze volt hordva, ugye több évtizeden keresztül épült, legnagyobb művészeinkkel, építészeinkkel föl a hatalmas templom, de Sixtusnak, hogy mondjam, így a földi sátra összedőlt, meghalt a pápa, és a mű, a kő, a katedrális, mert csak jóval utána tudott fölállni. Az ő halála után tudtak belemenni a testvérek imádkozni. Mit akarok ezáltal mondani? Azt, hogy az egyetlen vágyam, vágyatok, vágyunk az égi hazafele irányuljon. Mester, hol laksz? Gyerekeket megkérdezni, hol lakik a Jézus Krisztus, biztos mondanák egyből. Nem merik mondani, mennyországban lakik. Mindenütt jelen van persze, kisebb-nagyobb mértékben, hogy most ilyen furcsán fogalmazok, de ott a teljességében. És itt volt az árulkodó mondat. Jézus ránézett Péterre, Simonra, és azt mondta, hogy te Péter vagy Kéfás, és innentől kezdve ezen a néven szólítalak. Neked van ott egy helyed a mennyek országában, ahol te néven vagy szólítva. Hogy gyere, én ott neked építkeztem. Nem a Sáfrány utcában, nem is a Fehérvári úton egy panelban. Lényegtelen. A panel össze fog dőlni. Össze fog dőlni a Kelembölgyi villa, össze fog dőlni a Fegyverlek utca, nyoma nem fog maradni. Nekem örök otthon kell. A mesterrel akarok örökké lakni egy fix helyen. Papként olyan módon élem át ezt, hogy nekem soha nem lesz magántulajdonom. Ti hozzám képest milliómosok vagytok. Ingatlan tulajdonosok, amiben reménykedtek, csak ne reménykedjetek benne annyira. Azt akarom mondani, hanem az örök hazában reménykedjetek, az örök tulajdonban, a mesternek a házában reménykedjetek. És hogy gyakorlati legyek, ne akarjátok ezáltal tönkretenni mondjuk a generációknak az életét. Hogy én vagyok a tulajdoni labba beírva és örökül hagyom szándékaim szerint rokonaimnak a betont, és akkor abból kiki részesedik kegyességem alapján. Nem számít semmit. Kedves fiatal testvéreim, ti se arra törekedjetek, hogy hatalmas tanulmányaitok, jó munkahelyetek után szép nagy házakat építsetek, sok garázssal, beállóval, nem tudom mivel, szép kerttel. Lehet ezekbe lakni, csak lássátok, hogy idéglenes az egész. Hogy elviszi a kor. És annyira jó volt, előző misszión eszembe jutott, mi van a horvátországi testvéreinkkel. Ők nem hittek, rosszak voltak, elkölcstelenek. Gyalázták az urat is, az úr megbüntette őket hitetlenségük miatt. Hát csak nem. Földi sátor összedőlt, nem ott lakik. Ébredjetek, térjetek meg. A megtérés azt jelenti, hogy én hazavágyódom az igazi otthonomba. Ami nem múlik el, és ahol nekem van helyen, névre szóló örök helyen. Ez a valóság. És annyira szép, jöjjetek, nézzétek meg, elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Nálad akarok maradni örökre. Tudom, hogy nem vagyunk megtérve, velem együtt. Nagyon sokan nem vagyunk még megtérve, mert itt építkezünk. Piszkosul nagy erővel, és az a fontos, és ha megvan a ház, akkor eljövök a templomba. Ha megvan a lakásom, eljövök a templomba, ha megy a gázkonvektor, meg a klíma, akkor eljövök a templomba. De nem. Ha holnap nincs felem, vagy neked akkor is van otthonod. Örök hazád a mesterrel. És ha elsősorban ezt a hazát keressük, gondoljatok akár mondom, a romok között álló üldözött keresztényekre, akik meghalnak, vagy éppen a horvátországi testvérekre,
nekik is, velük együtt, örökkön-örökké van hazánk az Úr mellett. Uram Isten, itt munkálkodunk a Földön is, teszünk nagyon-nagyon sok mindent is. Néha minden fontosabb annál, hogy veled legyünk. Papnak is. Add meg, hogy ez változzék. Add meg, hogy ez alakuljon. Add meg, hogy a veled töltött örök idő határozza meg minden lépésemet is. Ne érdekeljen semmi más. Az egész szövegelésemnek, imámnak, a működésemnek, a végkicsengés az, hogy megtérés legyen, a testvérek észbe kapjanak, és ezt nem direkt vehetem le, csak elmélkedés közben. Testvérek észbe kapjanak, hogy mi a fontos és hová készülünk. És ha ennek alapján rendeződünk be, rendeződünk össze, megkapjuk az országot ajándékba. Semmi más kérésem nincs Jézus Krisztus, mint hogy veled időzzek. Ezt akarom átélni, ezt akarom megkapni tőled, mindannyiunk nevében. Amen. Tegyünk hitvallást. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált, szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Így kérjük testvérek az Urat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk rá. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására. Kérd véget, hallgass meg minket. Segíts apostoli munkájában az egyházat, hogy hozzád vezesse a népeket. Kérd véget, hallgass meg minket. Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják. Kérd véget, hallgass meg minket. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tibor testvérünknek add meg az örök üdvösséget a te országodban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy lehújjon rólunk minden ragaszkodás, ami pusztán csak a földi otthon, a földi haza építésére vonatkozik. Add, hogy összes építkezéseink, összes munkálkodásaink mennyei haza építésének, a te otthonod, a te veled lakásnak, veled együtt lépnek a motivációjában, fényében teljenek, és semmi más ne álljon közénk és közéd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, segíts minket a te kegyelmeddel, hogy
testben, lélekben egyaránt veled legyünk, és ezáltal jussunk el az örök hazába, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzunk együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen, ami Úrunk Istenünk színe előtt. Fogadj el az Úr kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész ami szent egyházével. Kérünk téged, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekedetben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és ám bár igazságot szerint kárhozatot érdemelt volna. Irgalmadból mégis megváltottad, Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet által dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegek, a mennyei seregek az égerői, és a boldog szeráf kórusok újonva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zenjünk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindjárt. Mert ez az én testem, mely értetek adatok. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egy bar Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Tibor szolgádról, akit magadhoz hívtál ebből a világból. Add, hogy ő, aki titkos módon részesült keresztség által Szent Fiadnak halálában, részesüljön Szent Fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is. És mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lássunk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenhol. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenhol, békeletek. Istenem,
Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Most pedig az interneten velünk lévő testvéreitekkel is elmondjuk a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen.
pedig bálalásunknak eleget téve elmondjuk Erdőzsébet bűnbolosatja imáját, hogy minél gyorsabban szűnjék meg a járványhelyzet, és el tudjatok jönni a Mesternek a házába minél többen. Mindenható Úrunk, Atyáink, Isten, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodás törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg is és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért. És azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket. Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által pedig utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találtunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének. Segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak. Adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősíts bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Adj felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsáss meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással követtünk el. Szent Háromság, egy Isten, irgalmazz nekünk. Mind a magyar szentek és boldogok, könyörögjetek életünk. Templomunknak, egyházközségünknek fővédő szentje, Szent Mihály főangyal, könyörög érettünk. Csíksomlyói boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Amen. Istenünk, add nekünk a Szent Lelket, hogy minket, akiket egy azon mennyei kenyérrel tápláltál, egy azon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, ami Urunk által. Pedig felolvasom nektek a hirdetéseket. Kedden este online módon lesz 8 órától az Apa Klub. Szerdán este 7-től újra megtartjuk a katekumenátus alkalmát, szintén online formában. Szombaton reggel 10-től az általános iskolás fiúkat várjuk online minisztrás foglalkozásra. Hirdetjük nektek, hogy a héten szerdán és csütörtökön Kelenföldben a reggeli misék helyett ige liturgia lesz 4-8-tól. Nagy hálával a szívünkben az egész albertfalvi közösségünk köszönetet mond három testvérnek, Fehérvári Borikának, Julikának és Böbének, akik 1962 óta, 60 éve, minden áldott vasárnap friss virággal díszítették fel a templomot. Rendszeresen takarították az úrházát, valamint a liturgikus időszaknak megfelelően minden alkalommal saját maguk által mosott vasalt oltárterítővel díszítették fel és tették ünnepélyessé az úrházát. Sokan nem is tudják, hogy ahhoz, hogy a vágott virággal díszítessék az úroltárát, szombatonként hajnalban kimentek a virágpiacra, és onnan hozták el a növényeket, csokraikat. Mindhárman jelezték, hogy továbbiakban már érthető módon nem tudják ellátni ezt a feladatot, de ahogyan ismerjük őket, szívükben továbbra is az úrházáért buzgolkodnak. Tudjuk, hogy egyáltalán nem kenyerük,
a nyilvánosság előtti köszönet nyilvánítás. Mégis azt kérjük most, hogy engedjék meg nekünk, bár most nincsenek itt, majd a holnapi 7:30-on lesz ez élesebb helyzet, hogy köszönetet mondhassuk értük odaadó önzetlen szolgálatukért, és az Úrnak hálát mondjunk, mely köszönetüket egy álló esztendő során havi egy reggeli 7:30-as vasárnapi szentmisére értük való felajánlással kívánjuk meghálálni. Az Úr adjon érte nekik köztünk még sok szép évet, és majdan engedje meg nekik, hogy odaát is feldíszíthessék az ő mennyei otthonát. Már ez a hirdetés elhangzott, akkor ez is egy kiváló módja az Úrházának a megtekintésére, amit a magunk között a fehérvári lányok, így ismeritek őket, tettek és tesznek. Így lehet. Ha ez a motiváció. Az Úr legyen veletek! Boldogságot Szűz Mária és minden védő szentjeitek közbenjárására, mind a magyar szentek és boldogok, de templomunkban kiemelten Szent Mihály főangyal közbenjárására is. Áldjon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, gyógyítson minket, és adja meg a helyünket a mennyei örök hazába a Mesterrel együtt a mindenható Isten, aki Atya és Fiú és Szentlélek. Szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.